Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, mi az ő gondolata, mit tervez? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható, hogy kisüt a nap, és a nap láthatóvá tesz valamit vagy valakit. Jelentheti azt is, hogy látni akar téged. Itt a horgony jelenti az ő gondolatát, hiszen szeretne egy stabil párkapcsolatot kialakítani, ahol le tud horgonyozni. Tisztán beszél veled, kimondja az igazságot. A horgony jelentheti a munkahelyet is, és akkor itt a nap az ő sikereit, hiszen tisztázódnak bizonyos dolgok, megvan a kisugárzása, ez a maga biztos fellépése. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát? Itt látható ez a lovas férfi, ez jelenti a mozgást. Persze lehet egy kolléga, vagy valaki a családból, tehát utalhat egy férfire is. Mivel itt a háttérben megjelenik a kígyó, aki jelenthet egy hölgyet, itt arról is lehet szó, hogy van a környezetében egy házas pár, és az kihat az ő életére. Persze a kártyák mást is jelenthetnek, mint például a gyógyító erőt, mozgást, előre mennek a dolgok, vannak változások. Ez a mozgás mindent jelenthet, ami mozog, autót, utazást, vagy sport tevékenységet, és itt a kígyó a gyógyító erőt, a megújulásokat, a változásokat, de ez a kígyó lehet egy hölgy is, és a hölgy környezetében megjelenik egy lovas férfi, tehát egy másik férfi. Lehet, hogy van még egy pár kapcsolata, és ez a nő félrelép, és ő ennek tudatában van, ő érzi azt, hogy ez így van. De kell, hogy óvatosak legyünk, mert az is lehet, hogy ez a nő útban van hozzá, elmond neki valamit, és azt állítja, hogy te ismerkedtél meg valakivel, és megcsalod őt. De ő valahogy érzi, hogy ez nem az igazság, hiszen a gondolataiban megjelenik a nap, ő ezt tisztázni akarja. Lehet, hogy majd rákérdez ezekre a dolgokra. Mit fog tenni? Itt látható a levél, tehát ír neked, és itt a madarak jelentik a beszélgetéseket. Ez lehet egy telefonbeszélgetés, vagy egy személyes találkozás, hiszen itt is látható, hogy találkozni akar veled, tisztázni akar veled valamit, lesz egy hír, és megvan arra a lehetőség, hogy tisztázzatok bizonyos dolgokat, például azt, hogy itt egy hamis nő mást állít, mint a valóság, de ezek a dolgok rendeződnek. És mi fűz össze benneteket? Itt van a szerencse, lesz egy szerencsés fordulat. Ez a kártya azt is jelenti, hogy ő boldog veled, meg akar téged tartani, megbízik benned, itt nálad le tud horgonyozni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!